Tisztelt elnök úr, püspök urak, résztvevők, én is hálás köszönettel vagyok most a meghívás iránt. Köszönöm, hogy a baptista egyházat is képviselhetem. Magán az előadásokon és nyilván a Magyar Evangéliumi Alliansznak és az Ökumenikus Tanácsnak is elnöke, bocsánat, alelnök vagyok, bocsánat, mindkét szervezetnek, tehát szólhatok talán az ő nevükben is. Nem tudtam az előadás napján részt venni más elfoglaltsága miatt, de nagy érdeklődéssel lapoztam bele, ha nem is tudtam mindegyik előadást elolvasni. A baptista egyház az úgynevezett 14-ek között lehet, és megvallom őszintén, amikor először erről értesültünk, nem volt felhőtlen az örömünk. Azok is kellemetlenül érezték magukat szerintem, akik benne voltak a 14-ben, és azok is, akik kívül estek, mert igazából nem értettük, hogy a döntéshozók miért azt a 14-et, és a többieket miért nem. És az előkészítés időszakában, ami legalább egy évig tartott, és igyekeztek legalábbis úgy gondolom sok szempontot a döntés előkészítésében ezzel megbízott képviselők dolgozni. Az előkészítés időszakában körülbelül 50 egyház volt felsorolva. És hogy miért pont a 14, ami egyébként nem is 14, összesen 7, hisz 3 zsidó és 5 nemzetiségi ortodox felekezet van felsorolva. Gondolom, hogy a parlament előtt nem a jelenések 7 gyülekezete volt példaként, hanem talán más megfontolások miatt. Az említett szervezeteken, tehát Ökumenikus Tanács, Allianz azonnal reagált ezekre, vagy erre a törvényre, közös nyilatkozatokat adtunk ki. A Magyarországi Baptista Egyház másnap, akár az MT-ben, akár éppen rádió műsorunk volt, a Kossuth Rádióban, és számtalan sajtóban, itthon és külföldön is azonnal reagált és tiltakozott. Annak ellenére, hogy benne voltunk a úgynevezett kiválasztottak között, mert fájt a szívünk azokért, akik testvéreink, akik hozzánk tartoznak, akik hisszük, hogy a Krisztus testének része tagja, hogy méltatlan ez a mód, ez az elbánás velük szembe. És ezt mind a mai napig fenntartjuk, és különböző szinteken, akár itthon, akár külföldön ezt képviseljük is. És ennek egyfajta meghallgattatását láttuk, vagy látjuk abban, hogy talán újból előkerül ez a kérdés, és nem ilyen méltatlan körülmények között születik meg a végső döntés majd, hanem mindazoknak a jogos észrevételeknek a figyelembe vételével, amit az előadók és a leírt előadásokban is olvashatunk. Én is ebben a reménységben szeretnék előre tekinteni a következő esztendőre is. Remélem, hogy a két ünnep nem homályosul el az egyházügyi törvény újbóli vitája kapcsán, hanem arra tudunk koncentrálni, hogy az a Jézus Krisztus, aki az egyházat elhívta, megalapította, és aki azt mondta, hogy én építeni fogom az Anyaszent Egyházat, és a pokol kapui sem arathatnak rajta diadalt. Az a Jézus Krisztus érkezett 2000 évvel ezelőtt közénk, és amit ő épít, az senki nem fogja tudni lerombolni. Ebben a jövőképben élek, ebben hiszek, hozzám fordulok legfőbb segítségért, hisz ő a legfőbb védnökünk, aki ígéretet adott arra nézve, hogy nem csak egyszer, hanem ismét el fog jönni értünk, és ő ismeri az övéit, és azt mondta, hogy ha a misszió munkában azt végzi az egyház, amit tőle kapott küldetésként, velünk lesz minden nap a világ végezetéig. Ebben a reménységben kívánok boldog és áldott esztendőt mindenki számára, és ünnepet is.